Sziasztok! Ezúttal a novella elemzés alapjait fogjuk átvenni, és ahogyan a verselemzés esetében is, ezúttal is igyekeztem három kérdés köré felépíteni a mondandómat. Tehát, hogy megint van egy ilyen gyorsabb, sűrített változat, hogyha nem akarsz különösebben mélyen elmélyülni a témában, akkor elég, ha ezt a három kérdést megjegyzed, hogy mi a sztori, hogyan van elmesélve, mit mond a világról. Tehát ez az a három kérdés, amire ha válaszolsz egy novella értelmezésekor, akkor már olyan nagy baj nem lehet. Na de mindazoknak, akik ennél egy picit részletesebben is elmélyülnének a témában, és mondjuk szeretnének egy jobb jegyet is szerezni, akár érettségin, vagy simán csak magyar órán egy novella elemzéssel, mélyüljünk el egy picit jobban a témába. Tehát nézzük az első kérdést, mi a sztori? Ugye ez azért kulcskérdés, mert a novella a regényhez, az eposzhoz hasonlóan az epikus művek műnemébe tartozik, tehát az epika műnemébe tartozik, ami azt jelenti, hogy elengedhetetlen hozzávalója a történet. Tehát minden epikus mű, így a novella is történetet mesél el. Tehát a novella elemzésnek az egyik legfontosabb része a cselekmény. Az, hogy mi történik. A novellának műfaji jellemzője az, hogy nem hosszú terjedelmű, viszonylag rövid, tehát általában egy egyszerűbb, egyszálon futó cselekménye van, nem annyira szerteágazó, mint mondjuk egy eposz vagy egy regény, de az nagyon fontos, hogy a novellában legtöbbször van valamilyen jelentős változás. Tehát elindulunk valahonnan, vagy a főhős, vagy a szereplők elindulnak egy adott állapotból, vagy helyzetből, és eljutnak valahová. Tehát történik valami lényeges változás a novella végére. Ugye a novella során. Nagyon sokszor ez a változás a végén, és hirtelen következik be egyfajta csattanóként, tehát szokták a novellának műfaji jellemzőjeként említeni azt, hogy sokszor csattanóra végződik. Tehát nagyon sokszor úgy van megkomponálva a cselekmény, hogy a végére következik be a fordulat. És hirtelen következik be, vagy egy nem várt fordulat következik be, tehát csattanó van a végén. A novella elemzéssel kapcsolatban is lehet használni ilyen fogalmakat, amelyeknek egy része ismerős lehet a dráma műneméből is, ilyen például a kiinduló pont, tehát minden novella cselekménye valamiféle alaphelyzetből indul ki, nagyon sokszor van benne fordulat, sokszor valamilyen váratlan fordulat, vannak novellák, amikben nagyon jól beazonosítható egy tetőpont. Ugye, ha ez a végére esik, akkor beszélünk megint csak csattanóról, de van, amikor a cselekmény közepén van ez a tetőpont, amikor egyszerűen összesűrűsödik a feszültség, vagy a cselekmény felpörög. Tehát a tetőpont is egy alkalmazható fogalom a novella elemzés kapcsán. Nagyon sokszor látunk a novellákban késleltetést, tehát amikor a narrátor felfüggeszti a történetmesélést, és valamiféle kitérőt tesz, vagy mondjuk egy hosszabb leírással késlelteti a cselekménynek a továbbhaladását, vagy esetleg egy sejthetően nem túl pozitív végnek a bekövetkezését. Tehát a késleltetés gyakori módszer a novelláknál is, és nagyon sokszor van olyan, tehát előfordul az is a novelláknál, hogy valamiféle feloldással, valamiféle megoldással zárul a cselekmény. Tehát ezek a fogalmak bátran használhatók a novella elemzéssel kapcsolatban is. Tehát azt mondtuk, hogy a cselekménynek egy lényeges eleme a változás, de ugyanakkor van, amikor a cselekménynek pont az a lényege, pont azért, pont azt meséli el egy novella, hogy mennyire nem változik semmi. Tehát ezt nem úgy kell érteni a cselekményt, meg a változást, hogy mindig valami nagyon fontos dolog történik, mindig valami akció, dús történetet olvasunk, hanem nagyon sok olyan novella van, aminek pont az a lényege, pont az a cselekménye, hogy mennyire nem történik semmi. Tehát, hogy egyfajta állapotszerűséget mutat be. És az is gyakori jelenség az epikus művek és így a novellák esetében is, hogy a változás az nem a külvilágban történik, tehát megint csak nem valamilyen akciódús cselekményről van szó feltétlenül, hanem nagyon sokszor ez a változás, ez a fordulat, ez a szereplőkben történik, az ő lelkükben, az ő személyiségükben történik a változás. De lényeg, hogy a novellának nagyon fontos, tulajdonképpen nélkülözhetetlen hozzávalója a cselekmény, az, hogy mi történik, hogy honnan indulunk és hova jutunk el, és mindeközben milyen változások történnek a szereplők között, vagy a szereplőkkel. És akkor el is jutottunk a következő lényeges pontunkhoz, ez a szereplőknek a szempontja.
A novelláknak szintén műfaji jellemzőjük az, hogy többnyire kevés szereplőt mozgatnak, már csak terjedelmi okokból sincs mód arra, hogy olyan nagyon szerteágazó szereplő gárdát mozgassanak, mint ami mondjuk egy regény esetében sokszor előfordul, vagy amire a regényben lehetőség tér nyílik. Tehát a novelláknak általában kevés szereplője van, de ez nagyon fontos szempont lehet, hogy honnan veszi a szereplőket, hogy kik ezek a szereplők, hétköznapi emberek, vagy esetleg épp ellenkezőleg valamilyen híres embert választ főszereplőül. Gondoljatok például, bár nem biztos, hogy tanultatok róla, mert nem mindig kerül elő Bródi Sándornak a neve, de neki például vannak Rembrandt novellái. Tehát, hogy egy hétköznapi ember, híres ember, milyen korú, milyen nemű, milyen nemzetiségű, milyen társadalmi státuszú, hol él, mik az ő életének a legfontosabb jellemzői. Tehát ezek mind-mind fontos szempontok lehetnek a novella elemzésnél, hogy honnan veszi a szereplőit. De ami igazán fontos a novellákban, az a szereplők közti viszony. Tehát, hogy a szereplők közötti dinamika az hogyan alakul. Nagyon sokszor a cselekményben megmutatott változásnak, vagy a cselekményben megjelenő változásnak a lényege éppen ez a szereplők közti viszonynak az átalakulása. Tehát sokszor a változás az nem is valami nagy formátumú dolog, lehet, hogy egy teljesen hétköznapi esemény, ami viszont a szereplők közti viszonyokat megváltoztatja. Az is fontos szempont, hogy van-e főszereplő, egy főszereplő van-e, vagy több, vannak-e esetleg oldalak a novellán belül, tehát vannak jók, rosszak, van-e valamiféle ilyen, felállíthatók-e valamiféle csoportok a szereplők között, és hogy milyen erővonalak, milyen dinamikák, esetleg hatalmi, aláfölé rendeltségi viszonyok vannak a szereplők között. Érdemes például Kosztolányira gondolni, ha emlékeztek, még hetedikben tanultátok valószínűleg ti is az Ozsonna című novellát, ahol pont ez az aláfölé rendeltség viszony volt a központi téma, a felnőttek és a gyerekek viszonya, az, hogy egy gyerek mennyire máshogyan látja a felnőttek világát. Tehát ez mind-mind nagyon érdekes szempont lehet a novella elemzésnél. És vannak olyan történetek is, olyan novellák is, ahol valamilyen közösség áll a középpontban. Tehát ebből a szempontból is érdemes vizsgálni a szereplők körét, hogy hogyan működik közösségként. Aztán a következő fontos szempont még mindig a cselekménynél maradva, az a tér és az idő kérdése. A novellák azok többnyire kevés helyszínen játszódnak, ugye megint csak terjedelmi okoknál fogva is, nem nyílik akkora tér a tereknek a variálására, mint egy regényben, ahol sokszor kontinenseken utazunk át, vagy nagyobb tereket mozgat, nagyobb tereket járnak be a hősök. A novellának jellemzője az, hogy általában kevés helyszínen játszódik, nagyon sokszor csak egy helyszínen játszódik a történet. Nagyon érdekes az, hogy viszont, hogy milyen ez a helyszín, milyen a tere a történetnek. Érdekes lehet az is, hogy földrajzilag hol játszódik, tehát, hogy melyik országban. Az is érdekes lehet, hogy egy természetes vagy egy mesterséges környezetben játszódik a cselekmény. És vannak novellák, vannak történetek, ahol tulajdonképpen maga a helyszín is sokszor szereplővé válik. Gondoljatok például a mixát novellákra, ami egy természetközeli környezetben játszódik, ugye egy falusi millióban, egy falusi környezetben, és nagyon sokszor úgymond a természet is visszatükrözi a cselekményben szereplőknek az érzését, a hangulatát, a lelki állapotát. Tehát Mixátnál például jellemző ez, hogy a természet az tükrözi a szereplőknek sokszor a viszonyait, vagy a lelki állapotát. De szintén Mixátnál lehet gondolni például a Bede Anna tartozása című novellára, ahol az a szűk tér, amit egy bírósági tárgyaló terem jelent, az már önmagában egy nagyon sajátos hangulatot teremt, ahogy tél van és hideg, de ott abban a szűk térben összegyűlt emberek ilyen nagyon furcsa, párás, nyomott közegben vannak, nyikorog az ablak, tehát már az egész környezet megágyaz magának a cselekménynek. Tehát az, hogy milyen térben játszódik a sztori, az nagyon fontos. De ugyanilyen fontos az idő is a tér mellett. Egyrészt fontos az, hogy melyik történelmi időben játszódik a cselekmény.
egyetem valós történelmi időben játszódik-e a cselekmény, vagy valami képzeletbeli jövőben, vagy egy nem létező múltban. Az is nagyon érdekes, hogy honnan tudjuk egyáltalán, van-e arra utalás, hogy melyik történelmi korban játszódik a novella, vagy valamiféle időtlenségben lebeg a cselekmény, és ezáltal valamiféle általánosabb tanulságot adhat az olvasó számára. Aztán amellett, hogy mikor játszódik a cselekmény, az is fontos szempont természetesen, hogy mennyi időt ölel föl a cselekmény, tehát hogy mennyi idő alatt játszódnak le az események, ezt nevezzük elbeszélt időnek, de mind a mellett az is fontos, hogy ezt az elbeszélt időt milyen tempóban, milyen terjedelemben mondja el a narrátor. Tehát az elbeszélés ideje, az elbeszélés tempója is fontos, hogy vannak-e kihagyások, vannak-e ugrások a történetben, vagy olykor előfordul az úgynevezett gyakorító elbeszélés, amikor a narrátor egy sokszor előforduló eseményt egyszer mesél el, és ezzel szintén az állapotszerűséget, a monotonitást tudja érzékeltetni. Tehát az idő is egy fontos összetevője a novelláknak. Na, tehát ennyit a történetről. Most picit beszéljünk arról, hogy egy adott történet milyen módon van elbeszélve, hiszen a hétköznapi életben is megtapasztalhatjátok, vagy megtapasztalja egy egyszerű földi halandó is anélkül, hogy egy irodalmi művet olvasna életében, hogy ugyanazt a dolgot többféleképpen el lehet mesélni. Na most a novellában, ahol pont ez a lényeg, hogy hogyan van egy történet elmesélve, ez még inkább igaz. És ebből a szempontból mindenképp kell beszélnünk a narrátorról, vagyis a mesélőről, az elbeszélőről, a történetmondóról. Nagyon fontos szempont az, hogy mit tud a narrátor a cselekményről, a szereplőkről, arról, hogy mi történik, hogy milyen viszonya van a történésekhez. Egy külsődleges szemlélő, egy tárgyilagos elbeszélő, vagy esetleg ő maga is része a történetnek, kommentálja-e azt, ami történik? Lehet-e valamiféle hozzáállást rekonstruálni a narrátor számára? Tudunk-e arra következtetni, hogy mit gondol az elbeszélt történetről? Ugye az egyik leggyakoribb típus az úgynevezett mindentudó elbeszélő. Tulajdonképpen gyerekkorunktól kezdve mindentudó elbeszélővel találkozunk leggyakrabban, hiszen a meséknek az elbeszélője is egy mindentudó elbeszélő, ami azt jelenti, hogy nem csak azzal van tisztában, hogy mi történik, hogy az egyes szereplők mit csinálnak, hanem tisztában van a szereplőknek a gondolataival, az érzelmeivel, a motivációival, tehát úgymond belelát a szereplőknek a fejébe és a lelkébe, a személyiségébe. De lehetséges az is, hogy a narrátor egy én elbeszélő, tehát aki egyes szem első személyében mondja el a történetet, de ezen belül is többféle variáció lehetséges. Van, amikor maga a főszereplő mondja el egyes szem első személyében, hogy vele mi történt. Van, amikor egy mellékszereplő elbeszéléséből ismerjük meg a történéseket, de ugyanakkor az is előfordul, hogy egy szemtanú elbeszélő mondja el a történetet, akinek nincsen ráhatása a történésekre. Tehát látja, ott van valamilyen módon tudomást szerez a történésekről, de nincsen beleszólása, nem része a cselekménynek. Az is előfordul, bár azért a novellában műfajánál fogva ez viszonylag ritkább, de a novellában is megesett az, hogy változik ez az elbeszélői nézőpont, hogy ugyanazt a történetet két különböző, vagy több különböző nézőpontból ismerhetjük meg. Előfordul az is, hogy mondjuk levelekből bontakozik ki a cselekmény, tehát ilyen módon változik az elbeszélői nézőpont. És érdekes lehet az is, hogy mennyire hiteles az elbeszélő. Nyilván ösztönösen hitelesebbnek érzünk egy mindentudó elbeszélőt, hiszen sokszor részletesebb betekintést nyújt a szereplőknek a motivációjába, míg mondjuk egy én elbeszélő, aki a saját vele történteket, saját magával történt eseményeket meséli el, nyilván neki egy szűkebb rálátása van az eseményekre, kevésbé feltételezzük az objektivitást róla. De sokszor maga a narrátor is elbizonytalanítja a saját hitelességét. Tehát van, amikor nem is próbál meg úgy tenni, mintha objektíven írná le az eseményeket, vagy úgymond az igazságot írná le. Tehát nagyon érdekes az elbeszélői hitelesség kérdése, és az egész történetet új
perspektívába helyezheti az, hogyha az elbeszélői hitelesség valamilyen módon megkérdőjeleződik. De nem csak a narrátor nézőpontja fontos, vagy ha úgy tetszik, a narrátor személye fontos, hanem maga a narráció, a történetmondás is. Egyrészt nagyon érdekes lehet az, hogy milyen a különböző szövegtípusok aránya a novellán belül. Tehát a történet mesélés mellett mekkora a leírás aránya, a párbeszédek aránya, vagy egyáltalán ezek minimálisan vannak jelen a szövegben, és a történetmondáson van a hangsúly. Vannak olyan novellák is, ahol párbeszédekből szinte már ilyen drámaszerűen megfogalmazott dialógusokból bontakozik ki a cselekmény. És természetesen ez azért is fontos, mert a leírás, például egy hosszú leírás, az kicsit fel is függeszthető a történetmondást, tehát lehet egy ilyen késleltető, feszültséget erősítő szerepe is. Nagyon érdekesek a különböző kitérők, ugye ilyen kitérő lehet például egy hosszabb leírás is, ahogyan már mondtam, vagy például az anekdóták, tehát ezek a rövid történetek, amelyek a szereplőknek a jellemzését szolgálják sokszor. A már említett Mikszátnak tulajdonképpen az egész novellisztikája az anekdótákra épül, tehát tulajdonképpen az egész Mikszáti világ ilyen rövid történetekből, anekdótákból áll össze. És itt is fontos lehet a késleltetés, erről már beszéltünk, tehát ezt is érdemes föl térképezni, hogy ezeknek az elemeknek mi a szerepe a novella egész szempontjából. Az is nagyon érdekes a narrációban és a narrátor esetében, nem csak az, hogy mit tud és mit mond el, hanem az is nagyon fontos, hogy mi az, amit nem mond el, mi az, ami el van hallgatva, mi az, amit az olvasónak kell kikövetkeztetni, mi lehet az oka ennek az elhallgatásnak, az, hogy a feszültség növekedjen, vagy esetleg egy olyan dologról van szó, ami elmondhatatlan, tehát annyira megrázó, vagy annyira egy tabu az, ami történik, hogy azt nem lehet elmondani, szóval ennek is többféle oka lehet, és legalább annyira érdekes az, hogy mit nem tudunk a cselekményről, meg a szereplőkről, meg a történetről, mint az, hogy mi az, amit tudunk. Az is nagyon érdekes lehet, hogy mennyi idő telik el a cselekmény megtörténte, tehát a cselekmény lezajlása, és annak az elmesélése között. Tehát, hogy a narrátor milyen időbeli távlatból szemléli az adott történetet. Ugye vannak olyan novellák is, amik tulajdonképpen valami tök régen történt dologra való visszaemlékezések, az is előfordulhat, hogy rövid ez az időtáv, tehát hogy egy friss eseményt mesél el a narrátor, van, amikor ez nem is derül ki, de ha erre van valamiféle utalás a novellában, az is egy érdekes szempont lehet. És természetesen ne felejtsük el, hogy a novellák is irodalmi szövegek, tehát az anyaguk a nyelv, ezért nagyon nem mindegy, hogy milyen módon van megformálva nyelvileg az adott novellának a szövege. Ahogyan a verseknél itt is fontos lehet, hogy honnan meríti a szókincsét, mennyire könnyen érthető, mennyire nem, mennyire bonyolult a mondat szerkezete. Ugye Móricznál nagyon jellegzetes ez a nagyon szikár, nagyon tőmondatokban megírt, de éppen ezért nagyon erős hatású próza nyelv, ami az ő novellisztikáját jellemzi. Tehát ne felejtsük el a novellánál sem, hogy a szöveg miensége az fontos. Jó, és akkor nézzük a harmadik szempontunkat, ami tulajdonképpen a novella elemzésnek a lényege, mégpedig az, hogy mit mond el a novella, mit mond el egy adott novella a világról. Tehát, hogy mi lehetett a közlendője a szerzőnek egy-egy történet, egy-egy novella megalkotásával. Ugye a novellák azok megint csak műfajuknál fogva a valóságnak egy szűk metszetét adják, tehát a valóságnak egy szeletét mutatják meg, és az, hogy melyik szeletét mutatják meg a valóságnak, az sok mindent elárul arról, hogy milyen világképet jelenítenek meg ezek a novellák. Tehát magyarul, hogy mit állítanak a középpontba, mi az, ami fontos, mi az, ami az apropója az egész novella megszületésének. Tehát, hogy érdemes ezen elgondolkodni, sőt, tulajdonképpen erre kellene, hogy kifusson minden novella elemzés, hogy mi áll a középpontjában, mit mond el a világról egy adott történet, egy
történelmi kor áll a középpontjában, és azt akarja érzékeltetni, hogy az milyen volt, esetleg egy embert állít a középpontjába, és az ő személyiségét akarja jellemezni, vagy az ő jelentőségét, ha esetleg egy történelmi szeméről van szó. Egy adott élethelyzetet, problémát állít a középpontba, mint mondjuk a szerelem, a gyász, a veszteség, az árulás, tehát ez áll a középpontjában? Vagy általában az emberről próbál valamit mondani egy adott történet, vagy esetleg valamilyen erkölcsi igazságot akar érzékeltetni? Megint csak Mikszáthoz tudok visszanyúlni, akinek, ha végigolvassuk a Tóth Atyafiak meg a Jópalócok kötetnek a novelláit, akkor tulajdonképpen nagyon határozottan kirajzolódik egy olyan világszemlélet, ami azt mondja, hogy a bűn az elnyeri méltó büntetését. Tehát valamiféle kiegyensúlyozott, a maga módján kiegyensúlyozott világ jelenik meg ezekben. Még akkor is, ha sok a szenvedés, még akkor is, hogyha az emberek nagyon kiszolgáltatottak, ez is nagyon erőteljesen benne van a Mikszáth novellákban, hogy az egyszerű ember az mennyire kiszolgáltatott, de mégis megjelenik, felsejlik valamiféle erkölcsi rend ezekből a novellákból. De az is nagyon érdekes lehet, hogy milyen tágabb történelmi, szellemi környezetbe születik egy novella. Például a magyar irodalomban a 19. század végnek a novellisztikája az egy egészen sajátos néhány évtized volt, ahol hirtelen gyakorlatilag pár év alatt így virágba szökkent a magyar novellisztika. Ez az addig kicsit hanyagolt műfaj, a novella az számtalan, nagyon magas színvonalú alkotásban született meg a magyar novellában. Tehát az például egy virágkora volt a magyar novellisztikának. De például Móricz nagyságát is nem csak az adja, hogy mennyire sűrűek és mennyire erősek az ő novellái, hanem az is, hogy abban a történelmi közegbe íródtak ezek a novellák, ahol soha senki nem beszélt még így a magyar parasztságról, ahogyan Móricz beszél. Ilyen illúziótlanul, ennyire realistán, tehát hogy ennyire erős tükröt még soha senki nem tartott Móricz előtt a társadalom elé, a magyar társadalommal kapcsolatban, mint az ő novellái. És az is érdekes szempont lehet, hogy az adott novellában felvetett probléma, megítélése, az mennyire változott az azóta eltelt időben. Ugye pár éve volt érettségin novellelemzési feladat a Szűcs Pali szerencséje című novella a Jópalócokból, és ugye ott például egy olyan történet van, ahol a főhős, aki hosszú időre le tudta tenni az italt, egy pozitív élmény hatására, annak hatására, hogy tulajdonképpen teljesül az a cél, amiért letette az italt, és feleségül kéri azt a lányt, akit szeret, és pozitív választ kap, tehát ennek hatására visszacsúszik az alkoholizmusba. És például ez tök érdekes, hogy ma már egészen máshogy viszonyulunk az alkoholizmushoz, és például az, ahogyan ez a Mikszáth novella beszél erről az emberről, meg az ő italozásáról, az mai szemben már sok szempontból tulajdonképpen áldozathibáztatásnak tűnik. Ez most csak egy picit hülye példa, de hogy ez is érdekes lehet, hogy ahogyan egy novella tárgyal egy adott kérdést, abban van-e változás a novella keletkezése óta. Érdekes például mondjuk az Iván Ilics halál, az már inkább elbeszélés, mint novella, de ott is érdemes elgondolkodni arról, hogy hogyan viszonyulunk most a halálhoz. És hogy van-e ebben valamilyen változás Tolsztoj kora óta. Na és végezetül itt is szeretném fölhívni a figyelmet néhány gyakori hibára, vagy zsákutcára. Az egyik leggyakoribb hiba, érettségén is nagyon sokszor találkozom ezzel, hogy a novella elemzés az kimerül a cselekmény ismertetésében. Az meg nem novella elemzés, hogy elmondod, mi történik a novellában, az a novella elemzésnek egy része, de nem, az még nem elemzés, az egy cselekmény ismertetés. A novella elemzésre is igaz, hogy az nem leltár. Tehát ahogyan önmagában a jellemzőknek a felsorolása az a versemzésnél is kevés, ez a novella elemzésre is igaz, hogy az, hogy felsorolod az egyes jellemzőket, és írsz egy listát róla, az még megint csak nem novella elemzés, ezeknek jelentést kell adni, valahogyan értelmezni kell ezeket a jellemzőket, ezekből a sajátosságokból össze kell rakni egy önálló szöveget, egy önálló értelmezést.
Itt is igaz, hogy a szerintem az nem érv, tehát a novellákat sem kell szeretni, az sem kell, hogy egy novella tessék, vagy hogy egy, nem tudom, a szereplővel, vagy a narrátorral te egyetértsél, de ha az nagyon fontos, hogy a véleményedet az mindig támaszd alá. Vagy a novella szövegéből, vagy az előzetes ismereteidből, vagy valamilyen logikus érvel, de támaszd alá azt, amit állítasz, az, hogy szerintem az nem érv. És ez kifejezetten az érettségire szóló jó tanács, hogy érettségin a feladatban megadott szempontokból érdemes kiindulni. Tehát az érettségi feladatban mindig adnak 1-2-3 szempontot, ami alapján el kell indulni. Ezt tekintsétek elsődlegesnek. Az, amit eddig elmondtam, az tulajdonképpen olyan, mint egy toolbox. Tehát az egy eszközkészlet, egy szerszámkészlet, hogyha nagyjából megjegyzitek azt, amiről eddig beszéltem, akkor lesz egy eszköztáratok, amihez tudtok nyúlni egy novella elemzésnél. Ami azt jelenti, hogy nem kell mindig minden elmondott szempontot érvényesíteni, de ezek azok, amikhez nyúlhattok. De mondom, hangsúlyozom, hogy a feladatban megadott szempontokat tekintsétek elsődlegesnek. Köszönöm szépen a figyelmet, sziasztok!